Úgy látjuk, motivált a kis kutya. Szépen mutatja, hogy igen, mutatja, abban van. Mit csinál az a harmadik bőrön, nézzük. Gyűlik olyan, melekedik vele. Itt éppen öcsi, egy fajtáját tekintve Shih Tzu kiskutya jelzi gazdájának, hogy a táskában robbanószert talált. A keresőgyakorlat annak a rendőrkutyás bemutatónak a része volt, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság szakemberei tartottak a nagykálói általános iskolában. Több száz diák kísérte feszült figyelemmel, hogyan hajtják végre parancsszóra a nyomkövetők, kereső és járőrkutyák a különböző feladatokat. A bemutatóra az úgynevezett suli héten került sor, amelyet az intézmény idén már 5. alkalommal szervezett meg. Ez ebben az évben egy 5. éves jubileumát ünneplő iskolai rendezvény. A hagyományos iskolai rendezvényeink között a suli hét az, ami a leghosszabb lélegzetű esemény az iskola életében. Ezen a héten gyakorlatilag mindent a gyerekek köré szervezünk. A suli hétnek az utolsó napján a gyermeknapi eseményeket is lebonyolítjuk. Ezen a rendezvény sorozaton egy projekt is megvalósul, ami az idén az Éptesben Épp Lélek projekt címet kapta. Ennek értelmében gyakorlatilag minden egyes program, ami a gyerekeknek szerveződik, valamilyen módon kapcsolódik az egészséges életmódhoz, táplálkozáshoz, a mozgásgazdag életmód témakörét érintve. Arról van szó, hogy a héten a pedagógusok már előre felkészülve, hónapokkal ezelőtt elkezdték az előkészítő munkálatokat, és minden pedagógus vállalt olyan hozzá közel álló programnak a tervezését, szervezését, lebonyolítását, ami például hagyományőrzéshez, kézműves foglalkozáshoz, sportrendezvényhez, egyéb kulturális eseményekhez kapcsolódó tartalmakkal rendelkezik. Mint ahogy arról az intézmény vezetője is beszámolt, a suli hét minden programja valamilyen módon kapcsolódott az egészséges és mozgásgazdag életmód népszerűsítéséhez. Ilyen program volt például a zenés gimnasztika is, ami az első és második osztályos kisdiákokat ösztönözte közös mozgásra. Sorba álltunk, előálltak az elsősek, utána a másodikasok, és Timi néni felállt, feljebb állt, és úgy mutatta, hogy mi még csináljunk, és nekünk utánozni kellett. Hogy tetszett? Tetszett, jó volt. Mit gondolsz erről az egész suli hétről? Szerinted jó ötlet ez a program? Igen. Miért? Mert többet testízünk, meg többet mozgunk. Fontosnak tartod a mozgást? Igen. Van kedvenc sportod? Hát szeretek úszni, meg a kutyámmal sétáltatni, meg játszani vele. Számtalan sport és szellemi vetélkedő, különböző ügyességi megmérettetés és egyéb a fittséghez kapcsolódó téma is helyet kapott az egyhetes programon. A diákok, mint mondják, nagyon várták már a suli hetet, és igyekeztek minél több vetélkedésen részt is venni. Vár mink ránk matematika verseny, környezetismeret verseny, ugrókötél, lábajhajtó, focilabdahajtás, meg hullahopp, meg futóverseny. Melyeken szeretnél részt venni? Hát az az igazság, hogy ezt a tananéni választotta ki, hogy mondta, hogy ki szeretne rajta részt venni, és én majdnem mindegyiken vettem részt. Például részt vettem a ugrókötél, a lábalhajtáson és a futóversenyem. Összességében mit gondolsz erről a suli hétről? Szerinted jó ötlet, hogy szerveznek nektek egy ilyen programot? Hát nagyon jó, hogy szerveztek ilyen suli hétet. Hát már legalább tudunk sportolni, meg erősödnek az izmaink. Az idei suli héten is a legtöbb diákot a szabadban zajló programok vonzották leginkább. Az alsó és felső tagozatos általános iskolások az egy hét alatt több sportágban is összemérhették tudásukat. Véleményük szerint ilyenkor az a jó, hogy mindenki azt csinálja, amihez leginkább kedve van.